Notár Méri és Vince Fruzsina duettje hatalmas sikert aratott a Mutasd a hangot szombati adásában. Most nézzünk bele a produkcióba, utána pedig velük beszélgetünk. Mert én vagyok minden, a te egyetlen. Ezt nem fogja elni. Te kérdel tőlem a felébredsz, én ott legyek mellette. Hú, asztal! Hát sziasztok, jó reggelt! Itt van velünk Notár Méri és Vince Fruzsina. Azért ez bibabőr volt. Elképesztő volt. Még úgy is, hogy tudtuk, hogy jól fog sikerülni, mert hogy itt Fruzsival már előtte beszélgettük a reklámszünetben. Hát legalábbis sejtettük, igen. Meg azok alapján, ugye, ami az ő mondjuk úgy, hogy múltja, azért ez talán nem véletlen. Méri, te mit szóltál? Ott álltál mellette. Mit gondoltál előtte, amikor megláttad Fruzsit? Igazából ugye a kisugárzását éreztem én, hiszen minden művészléleknek van egy ilyen jelleme, tényleg egy olyan szegény csak ott állt, meg sem ott. Hát úgy dobogott a szívem ennél a kiállásnál, amikor én ugye abba hagytam, és ő kezdte, hogy hát mondom, megszólalom, úristen, elhoztam a legszebb dalomat a műsorba szinte, és hogy fog megszólalni? Lehet, hogy agyon vágja fel egy szebb dalomat. Egyébként olyan érdekes, hogy sok szereplővel beszélgettünk már a műsorban, de senki nem mondta még azt, amit te, hogy minden előadónak van egy bizonyos művészlélek, amit érzel te, mint előadó. De mi van akkor, ha lukra futsz? Tehát, hogy azért így nagyon sokat hibáznak, és nem mindenkinek jön be az, amit gondol, még akkor sem, hogyha előadó művész. Nézd, nyilván itt hallgattam a szívemre, meg mondom arra, és a többieknek is ezt javasoltam, hogy ővele kapcsolatosan pont megvolt ez a kisugárzás, amit érzékelhetett más. Persze állhatunk ott egy szál mikrofonnal egy évig is, de belőle áradt valami. Na de persze például ugye az ápoló fiúval voltál, aki szintén egy nagyon tehetséges fiatalember volt, viszont mégis az ő aurája volt az, amit úgy éreztünk, vagy éreztem. Zsuzsi, olyan szépeket mondanak rólad. Volt neked egyébként, hogyha már így a művész lelkedet emelik ki ebben a beszélgetésben, főleg Méri, volt valami taktikád? Vagy egyszerűen csak oda akartál állni, és oda be akartad rúgni az ajtót? Hát igazából olyan taktikám volt, hogy a playback dalt, azt próbáltam nem túl jól megcsinálni, aha, de nem is túl rossz, hanem így kb. Próbáltam középre belőni. Szóval át akartál. Igen, nagyon át szerettem volna venni a zsűrit, így van. És úgy tűnik, hogy sikerült egyébként. Nagyon. Nem lehetett a végéig eldönteni, hogy... Sok tehetséges ember volt egyébként. Nagyon. Igen, nagyon, igen, igen, ezt el kell ismerni. Nem is tudom, hogy honnan jön ennyi tehetség. Olyan cuki volt, amikor megérkezt, és így elkezdtük vetíteni a klippet gyakorlatilag, aha, és azt mondtad, hogy jaj, de szép volt a ruhád. És mondtuk, hogy hát te viszont azért szegényként nem néztél ki túlságosan jól. De hát ez semmit nem vont le abból, amit aztán letettél. Köszönöm az asztalra. Szépen. Gyönyörű volt a dal, amit elhoztál. Csodálatos. Ez egy új dalod, mit tudhatunk róla? Nem, ez egy pár éve született szerzemény. Olyan? Aha. Nekem ez nem volt meg eddig, olyan volt, mint hogyha először pedig nagy nagy sikernek örvendő, és igazából ez a dal, hát ugye nem tudom, ilyen másfél milliós nézettségű egyébként, wow, ami azt gondolom, hogy egy lírai vonalnak nagyon-nagyon szép, és ezt esküvőkön szokták, képzeld el. Tehát ez ilyen bevonuló zene szokott lenni, és akkor ugye én meg a zenekarom, mint sztár fellépő, úgy szok, tehát a nyitó táncot ezzel a dalommal nagyon sok párt láttam már, ugye, hogy ez volt a nyitó tánc, és akkor élőben zenéltünk nekik. Fruzsi, mesélj már egyébként te is egy picit magadról, mert itt Mériről már sok mindent tudunk, meg szeretjük is nagyon. Téged meg most szeretünk meg. Igen, Hogy ugye itt ki van írva többször, hogy Dolly plusz meg halott pénz, tehát közben ide suktad nekem, pontosabban én kérdeztem, hogy készülsz egy hatalmas koncertre, hogy több tízezer ember lesz ott, egy tulajdonképpen legnagyobb helyén Magyarországnak. Hogy ki vagy te? Honnan indultál? Hát én Szegedről.
Szegedről indultam, és aztán igazából jazz irányba jöttem ide föl Budapestre, konzervatóriumot végeztem, és utána meg belevágtam a könnyű zenei életbe, mint vokalista, meg gitárének, duózenekarozás, ezt a kettő vonalat viszem azóta is. Olyan érdekes ez a műsor, hogy nevetünk rajta nagyokat, meg ott mindenki elképesztően erezzel a hajad, és mindent beledob, de hogy azért ez lehet egy olyan ugródeszka, egy olyan lehetőség egy ilyen tehetség számára, ami miatt lehet, hogy felfigyel rá a szakma máshogy is, nem csak úgy, mint vokalista. Mármint nem, mint hogyha az kevés lenne, csak hogy azért biztos, hogy mindannyian arra vágytok, hogy előlépjetek a fénybe. Te ezzel hogy vagy? Hát én egyébként nagyon szeretem az ilyen háttérmunkákat, mert nagyon feltölt engem, de nyilvánvaló, hogy van egy olyan énem is, mint hogyha két ikertesó veszekedne, aki meg azért nyilván arra vágyik, hogy egyszer majd sajáddal megismerjenek többen. Úgyhogy... Lehet, hogy itt indul el igazán? Hát nem tudhatom. Isten hát figyelj, már most nem vagy kispálya ezekkel a részben, ahogy most a Mérivel ezt a... Hát nem duett, nem tudom, minek nevezzem ezt, de, ezt a dal. De, duett, ez duett, egy duett volt, mert énekelted, másrészt meg azért így Dolly neve, meg Marsalkó Dávidék neve, igen, mögött nagyon vagy, azért vagyok. Ez nagyon komoly. Igen. Nagyon szerencsésnek érzem magam, meg egyébként ezt el szerettem volna mondani, hogy imádom ezt a dalt, szóval én, nekem szépen hát ez is. A legkedvenc dalom tőled, és tényleg csodaszép. Tényleg, és egyébként nem volt egyszerű énekelni. Nagyon nem. Mondom, tehát, hogy szakmailag azért ez nagyon egy kihívás. Hát amikor meghallottam, mondom, hát ezt hogy fogom megcsinálni, de aztán sokat gyakoroltam. Ezt kellett a legtöbbet gyakorolnom. Szerintem egy énekes nem jöhet ki rosszul ebből a lehetőségből, nem? Hogy ott áll, és akkor is, hogyha béna a mellette lévő, akkor is maximum leénekle. Jó, persze, leénekelem, hogyha gyenge előadó, nem arról van szó, hanem maga az, hogy milyen nyomást gyakorolhatott volna rám, hogyha mondjuk egy kevésbé tehetséges ember állott, akkor biztos, hogy én is így beparáztam volna, és befeszültem volna, lehet, hogy kihatott volna ez az én teljesítményem. Hagyjad, már tudsz te befeszülni. De nem így lett. Nagyon szépen köszönjük. Szeretünk titeket, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És gratulálok. Máskor is. Köszönjük szépen.